Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A helyhatósági választás eredményeként ismét Bozsolik Róbert vezeti majd Bátaszéket a következő 5 esztendőben. A testületben mandátumot nyert képviselők már túl vannak az első egyeztetésen. Bozsolik Róbert azt mondta, sok közös pont van a jövőt illetően. Döntő fölénnyel a szavazatok 63,67%-át kapva maradt a következő 5 esztendőben Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert. Az elmúlt 2 hónapban mindenki minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a saját elképzeléseit és saját gondolatait próbálja közvetíteni a bátaszéki emberek számára, ilyen-olyan technikákkal. Viszont a választás eredménye egyértelműen azt bizonyította, hogy a bátaszéki emberek értékelték és pozitívra értékelték azt a munkát, amit az elmúlt 5 esztendőben értük tettünk, hiszen a korábbi képviselőtestületből 7 embert visszaválasztott Bátaszékváros lakossága, és hát a jövő szempontjából is véleményem szerint amellett tették le a voksot, hogy továbbiakban is itt helyben várospolitika folyjon, itt helyben olyan döntések szülessenek, ami az itt élő emberek érdekét képviseli, és próbáljuk azt a nyugodt életet, nyugodt kisvárosi életet élni, a szó jó értelmében, amit az elmúlt 5 esztendőben éltünk. Az elmúlt napokban már képviselőtársakkal már folytattunk egyeztetéseket arról, hogy milyen bizottsági struktúrában fogjuk folytatni a munkát, kik azok, akik vezető szerepet vállalhatnak bizottságok élén alpolgármesteri feladatokban. Ezek az egyeztetések mind-mind arról szólnak, hogy együtt kívánunk működni. Együtt kívánunk működni egymással, hiszen mi kaptunk bizalmat az elkövetkezendő 5 esztendőre, a mi gondolataink mentén fog működni majd a város, természetesen mi azokat a gondolatokat és elképzeléseket fogjuk itt tolmácsolni, illetve megvalósítani, amit a bátaszékiek szeretnének. És hát az együttműködésünk arról is szól, hogy azokat a lehetőségeket meg tudjuk valósítani, amelyeket mindannyian megfogalmaztunk az elmúlt időszakban, legyen az közművelődés, legyen az idősgondozás, legyen az sport, legyen az városfejlesztés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem elegendő csak a saját jó szándékunk és a saját munkánk, a saját energiánk, itt külső forrásokra, külső segítségre is szükség van. Mindenki, ha betartja azt az ígéretet, amit az elmúlt napokban megkötöttünk és úgymond egymás kezébe csaptunk, és teszi a dolgát a bátaszékiek érdekében, azt gondolom, hogy egy sikeres 5 esztendőt tudhatunk majd magunk mögött 2024-ben. Alapvetően abban egységes volt a vélemény, hogy mind a képviselőtestület működését szabályozó szervezeti struktúra, mind pedig az intézmény struktúra nem igényel változást. Tehát ilyen tekintetben nem lesz változás. Én azt gondolom, hozzáállásban sem változás, hozzáállásban sem lesz változás, hiszen ugyanazzal a lendülettel fogjuk folytatni azt a munkát, amit megkezdtünk néhány évvel ezelőtt, mint eddig is tettük. Személyi kérdésekben természetesen lesznek majd változások, de ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a sikeres 5 esztendőt tudjunk megvalósítani Bátaszék életében. Alapvetően nem tértünk ki konkrétan arra, hogy mik lennének azok az elsődleges feladatok, amelyeket a város életében meg kell valósítani, de a választási programjainkat azért mindannyian ismerjük, a sajátunkat is, illetve a jelöltársak programját, és nagyon-nagyon sok közös pont található. Közművelődés terén mindannyian megfogalmaztuk, hogy egy új közösségi térre szüksége lenne a településnek. Szociális idősgondozás terén mindannyian megfogalmaztuk, hogy szükség lenne egy idősek napközi otthonának a felújítására, vagy egy új idősek napközi otthona épület megépítésére. Azt gondolom, hogy ezek stratégiai kérdések lehetnek az elkövetkezendő 5 esztendőben, és hát szeretnénk mindazokat a vívmányokat megtartani, amelyeket évtizedekkel, vagy az elmúlt 5 esztendőben tudtunk létrehozni. Ezekben sem volt vita, és szerintem ezeket is tovább fogjuk vinni az elkövetkezendő időszakban. Fontosnak tartottuk, hogy azok a pályázati lehetőségek, illetve pályázati források és beruházások, amelyek felhasználása jelen pillanatban zajlik, ezek befejezését minél jobb ütemben meg tudjuk valósítani. Ezek ugye mind gazdaságfejlesztést, illetve munkahelyteremtést fognak jelenteni.
feladatunknak tekintjük, hiszen ez mindkettőnk programjában szerepelt, hogy erősíteni kell a városnak azokat a szolgáltatásait, azokat a lehetőségeit, amelyek vállalkozások ide települését és munkahelyek létrehozását tudja elősegíteni. Ebben sem lesz, én úgy gondolom, köztünk vita, ebben is együtt tudunk majd működni. A napokban ünnepelte 70. születésnapját Székely Lázár fafaragó, az idős mester számtalan kiállítása mellett jelentős szerepet vállal a gyerekek tanításában is. Az az igazság, hogy ezt a hordott falaktól legelőször a faipari kávelkártyúvesnél 67-ben, akkor nyári szünetben ott dolgoztam, mint tanuló, az akkori elnök befogott, hogy kaptam egy ilyen rajzmintát, és a díszhordó már kész volt, és lerajzoltam, és akkor csinálgattam, és ott dolgoztam 2 hónapot, és akkor tanultam meg ez a kis csapokat esztergályozni, meg ilyen szmit. Muszáj volt szót fogadni, mert a munkaidő alatt azt kell csinálni, amit a főnök parancsa. Székely Lázár egész családjában jelen volt a művészetekkel való kapcsolat. Lázár bácsi nagyapja József falván volt bognár, és szabad idejében fafaragással mulatta az időt. Nagybátyja kálvária képeket készített, míg az unoka testvére tányérfestő volt. 10 éves volt, amikor a nagybátyja a kezébe adta a szerszámokat, és azt mondta, tanulj és művészkedj. Volt itt egy Veres Géza tanárbácsi Erdély, és akkor nekiálltam ilyen kócsagokat faragni, meg hát amit tudtam magamtól. És utána annyira divatba jött, hogy jártam a nyugdíjas klubokkal kiállításra. Vittem a kócsagot, lovat, sok apró dolgokat faragtam, és a honvédségnél kezdtem el komolyabban faragni, intarziáztam is, meg igazi díszdobozokat faragtam, ilyen áttört mintást. Van egy pár darab belőle, és utána abba hagytam, nekiálltam a díszhordók elejét faragni. De azt annyira kellett csinálnom 8 órába, hogy már meguntam, meg fájtak a kezeim, de hát az kötelező munkaidő alatt volt. Tamásiban kaptam egy népművészet díjat, de olyat, hogy ilyen a népművészet megőrzéséért külön díjat. És na akkor föllendültem, és nekiálltam, és kiállításokat csináltunk. Lázár bácsi már Magyarországon látta meg a napvilágot, de ősei mintavilágát így is őrzi. Úgy van a minta, hogy az interneten keresztül rakják fel az ottani székelyek, és nagyon sokat a kapu mintákból lopkodok, meg hát magyarul kölcsön kérem, és én inkább magamtól rajzolok, magamtól csinálok mintákat, járok sok-sok kiállításra. Vannak ilyenek, hogy Matyó minták, Somogyi minták, faragásban nagyon van, akkor vannak a Székely minták, a Kalocsai mintát szoktam összekeverni, a kettőt, a Székely meg a Kalocsait, de az erdélyi mintákra nem nagyon merek ráállni, mert az nagyon pontos, precíz, szimmetrikus. Én meg az ilyen kalocsai, szabadon rajzolt mintákat szeretem jobban. Ez a Leonardo rajza alapján Gobrenről lett lemásolva, és erre vagyok a legbüszkébb. A 4 domború faragással készült a testvére, és akkor az el lett ajándékozva egy tiszteletes atyának. Hát jó pénzt kaptam érte. Meg ezekre a szentképekre, amit a legelőször szentképet faragtam, mert ez ilyen házi áldás, ez a külseje, és akkor ha becsukjuk, akkor rajta van egy igazi székelyes minta. Ez egy nagykapunak a eredeti mintája, csak ez kicsibe van. Nagyon sok szép dolog van, olyan, ami többszöri nekifogása. Én sem úgy csinálom, hogy most nekifogok és csinálok gyorsan 5 darab díszdobozt, hanem elálmélkedek rajta, lerajzolom a figurákat, a mintákat, és összerakok 5-öt, és mind az 5 más fajta lesz, nem ugyanaz. És akkor itt a gyerekekkel, hogy tanítom, hát egyszerűbb lenne, azt mondja az egyik,
aranyos srác volt, annak már volt egy kiállítása is, itt a könyvtárban, de ő átért az indiai dolgokra, ilyen sötétbarna, nagyon szép dolgokat csinál, de hát nem magyaros. Mert hogy Lázár bácsi tudását sűrűn osztogatja. No nem kéztárgyakban, hanem tanításban. Szívesen foglalkozik a jövő fafaragó generációjának kinevelésével. Miközben beszélgetünk, köröttünk tüsténkedik Lázár bácsi felesége is, aki, mint kiderült, a munkában is hűtársa. Ez olyan munka, hogy összefogás kell, háttér kell, és mikor valamit gyorsan akarok csinálni, akkor az egyik tárgyat megcsinálom, addig ő megcsiszolja, lelakkozza, és így is szoktuk felrakni az internetre, hogy együtt faragunk. Hát meg a kiállításra elmegyünk, például elmentünk Csátorjára, Székelyország, Isten segíts, ott senki nem segített felrakni. Elvittem a feleségemet, ő adomány adta föl a cuccokat, megcsináltuk. Úgyhogy, meg hát amúgy is, ha már együtt vagyunk 40 éve, akkor ő is vegye ki a munkából a részét. Hát az a helyzet, hogy én a hobbimhoz résztárgyakat is gyűjtök, mert az is szépek, Rózsa Sándor meg a betyárok, és akkor itt is van ilyen tálalókészlet, itt meg a Szent György nagyon megtetszett a vásárba, és meg fogom faragni majd, ha még élve maradok, és így néz ki a dolog. Csaba Királyfi, ez a legkedvesebb román témájú faragása, ami volt régen, és akkor ott viszont meg a nagyapám testvérének az emlékére faragtam egy képet, az a József Alva tűz, ami van a nagy tábla is lent, ez van kicsikével. És akkor ezek az én kedvenc képeim, szent képek, meg az áttört mintás dolgok, amikor még kisgyerek voltam, hogy legeltettem a teheneket, és unatkoztam. És a száraz nyárfából kinézett egy tuskó, és úgy nézett ki, mint egy kutya ülve. És én azt levágattam a nagypapámmal, mert akkor még 10-11 éves voltam, és egy jó, erős konyhakéssel kialakítottam belőle egy kutyát, és azt nézegettem 10 évig vagy 15-ig, és akkor megfogadtam magamnak, hogy én is fogok faragni, mert a nagyapám emlékét nem akartam meggyalázni, meg semmi elfelejteni, inkább én is legyek székely faragó. Rövid reklám következik, majd sporttal folytatjuk a Cikátor magazint. Minden szentek napja mindannyiunk életében a csendes emlékezés időszaka. Hogy méltóképpen idézhessük vissza eltávozott szeretteinket, ebben segítünk Önöknek. Válassza ki egy helyen, az Otthon Mix kisáruházban, ami az ünnephez szükséges. Koszorúk, gyertyák és kegyeleti tárgyak nagy választékát találja nálunk. Már nem környékbeli, illetve regionális tornákon tud csak szerepelni, az évek óta építgetett bátaszéki leány, illetve gyermek kosárlabda utánpótlás sport,
2019-től két olyan csapata is van a Bátaszék Sportegyesület kosárlabda szakosztályának, amely nagyobb városok nagyobb egyesületi hátterű csapataival mérkőzhet a mostani szezonban. A 2009-es, 2010-es korosztály hazai bemutatkozására is sor került az elmúlt hétvégén. Eljött a bátaszéki kosárlabda utánpótlás nevelésben a nagy nap, amit 6-7 évvel ezelőtt szépen megterveztek, kezd valósággá válni. Az óvisoktól a felső tagozatos általános iskolásokig terjedő korosztályokból már van, pontosabban lett olyan mag, amivel a bátaszéki kosárlabda utánpótlás szinten visszatérhet az országos vérkeringésbe. Zsófi Éva Szilvi a három edzőhölgy következetes, szisztematikus munkájának gyümölcse beérett. Két fiúkból és lányokból is álló csipet csapat indul 2019-ben az országos gyermekbajnokságban. Az egyik, amely alapvetően Csaba Tóth Zsófia csapata, a napokban éppen hazai pályán mutatkozott be a Kecskemét és a szomszédos Baja ellen a 2009-2010-es korosztályban. Utánpótlás szinten kosárlabda fellegvárnak számító bajaiaknál, mivel ott van önálló női és férfi szakosztály, ezúttal csak fiúk szerepeltek a mini csapatokban, míg a bátaszéki kék-fehérreké vegyes csapat volt. Idén először tudtunk elindulni országos bajnokságba, két korosztállyal is, az egyiket Csaba Tóth Zsófia vezeti, és a másikat Matejcsek Ler Éva. Itthon ez az első hazai országos szereplésünk, úgyhogy ez egy újabb mérföldkő, nagyon örülünk neki, és a szakosztályon belül pedig minden korosztályunkat tudtuk bajnokságban indítani, tehát az első osztályostól kezdve a felnőtt kosarasi bajnokságban játszik. Egy ilyen kisvárostól, mint Bátaszék, igazán szép, hogy az óvisoktól a városkörnyéki bajnokságokban már szereplő felső tagozatosokig, mint egy 60-65 utánpótláskorú játékosnak biztosítanak képzési, fejlődési és nem utolsó sorban játék lehetőséget. Ehhez jönnek még pluszba a felnőttek, hát most körülbelül egy ilyen 80 fő, amennyien vagyunk, és az óvodában is sikerült azért már indítanunk képzés gyerekeknek, nekik heti egy alkalommal van edzés, és ők is vannak egy 10-15-en. Az utánpótlás koordinátor, aki játékos pályafutása megkoronázásaként szerepelt annak idején a hazai élvonalban, az NB1 A csoportjában is, büszkén említi, hogy a serdülő lányok közül ketten már az atomerőmű KSC Szekszárdhoz igazoltak. Mi ennek nagyon örülünk, mert igazából nekik is kell az a fejlődés, és mi nálunk is ugye örülünk annak, hogy mi adtunk egy alapot a gyerekeknek, és ők el tudnak indulni egy másik irányba, de nekünk is célunk most már, hogy minél tovább tudjuk a gyerekeket itt tartani. Itt ebben a korosztályban még nem az eredménye fontos. A bátaszékiek derekassan küzdöttek, csak fiúkból álló, sok ügyes kisrácot felvonultató bajaiak ellen. A szülők szeme ragyogott egy-egy ügyes megoldás után született bátaszéki kosár után. A fiúk lányok elől-hátul bizony szépen összedolgoztak, igyekeztek Zsófi néni edző tanácsait megfogadni. Mit mondott Zsófi néni? Hát, hogy legyek aktívabb, meg hogy tehát legyek kicsit agresszívabb. Dani magassági fölényét érvényesítve a gyűrűbe is többször betalált, és hajtotta a többieket, még ennyi nem elég, és igyekezett egy-két dolgot ellesni a bajaiaktól. Mit lehet tőlük megtanulni? Azt, hogy legyünk agresszívabbak egy picit, meg legyünk odatettebbek szerintem. Igen. Mit fejlődtél? 3 éve találkoztunk, akkor még nagyon pici voltál. Mit tudsz a kosárlabdából? Hát többet tudok, az szerintem biztos, és... Mi az erényed? Távolról hogy dobsz? Hogyan szeded a lepattanókat? Hát távolról nem. Kevésbé vagyok jók, lepattanók szempontjából meg jobb, mint távolról. Milyen, amikor fognak? Tehát védők között hogy tudsz mozogni a palánkat? A nehezebben. Kapsz azért labdát a piciktől? Vagy mérges vagy rájuk, mert nem adtak sok labdát? Szoktak adni. Az ellenfél baja valóban sok ügyes gyerekből álló jó csapat benyomását keltette.
Hát igyekszünk a régi hagyományoknak eleget tenni, tényleg valóban Baja azért egy olyan utánpótlás nevelő bázis volt mindig is, amivel szép eredményeket lehetett elérni, de egyre nehezebb, azért nagyon sok az elszívó elő, nagyon sok sportág van, és azért megjelentek az akadémiák, akik szintén elszívják ugye a... Budapest Székesfehérvára viszi a gyerekeket Bajáról? Budapest Székesfehérvára? Budapest nem, inkább Pécs, Kecskemét az, aki elszívó erő egyébként, de nagyon sok tehetséget adunk ezeknek az akadémiáknak. Alulról építkezünk, most is ugye az U11-es csapatunk van a hátunk mögött, próbálunk sikereket elérni, egészen föl a junior korosztályig, azért, hogy a felnőtt csapatban majd be tudjanak épülni ezek a játékosok. Amíg a Baja abban reménykedik, hogy előbb-utóbb lesz élvonalbeli felnőtt csapata a városnak, nem rajtuk múlik, csak a pénzen, Bátaszéken pedig a kosárlabda utóvét harcosai azt remélik, ha a mai 40-esek, 50-esek, 60-asok tényleg egyszer abba hagyják, az itthon maradottak közül lesznek, akik a helyükbe lépnek. Továbbra is üldözi a címvédő Bonyhádot a tabella második Bátaszék a megyei első osztályú bajnokságban. Ehhez nyerni kellett Tolnán Szőcs Lázár eddigi sikercsapatának, ami nem volt egyszerű feladat. Két kulcsjátékosát sérülés és eltiltás miatt nélkülöznie kellett a közvetlen védelemből. Cseppet sem mellesleg. Dobrát bő fél óra elteltével egy szabálytalanság után kiállítatta a játékvezető, így majd egy órán át emberhátrányban játszottak a Bátaszékiek. Nehéz volt ezen a meccsen a hiányzó stabil jobb hátvéd Tóth Balázs, valamint a bátaszéki szellemi vezér a hátsó biztonságot megtestesítő Faller András nélkül stabil védekezésből indított, folyamatos az ellenfelet nyomás alatt tartott játékot megvalósítania a vendég bátaszékieknek. A fehérmezeseket a hiányzók okán jobban lekötötte ezúttal a védekezés. Részint a már említett okok miatt, másrészt pedig a Tolna menekülve nehéz helyzetéből Pál Ahiles és Szili István védelembontó remek egyéni játékával elsősorban sokszor jutott be a bátaszéki 16-oson belülre, és inkább a tolnai csatárok megzabolázottságán, mintsem a bátaszéki hátsó alakzaton múlott a tolnai gól, ami nem született meg. Amikor Dobra utolsó emberként szándékosan szabálytalankodott a kitörő Pál Alhillesszel szemben, és 10 főre olvadt a bátaszéki csapat, még a pontszerzése is kevés esély mutatkozott. Azzal együtt is, hogy olyan jó erőben és taktikusan futballoztak emberhátrányba a szőcsfiúk, hogy ez éltette a reményeket. Ám mégis igaza lett annak a szurkolónak, aki még egy korábbi meccsen határozottan kijelentette, Tóth Tamásban, a bátaszék újdonsült, kitűnő csatárában mindig benne van a gól, mert az a játékos a megyeiben, aki tényleg egy villanással bármikor, bármilyen meccsen el tudja dönteni a mérkőzést. Ez történt a második félidő elején, összességében az 55. percben. Labda átvétellel és egyben csellel áthámozta magát a bátaszéki gólvágó az éppen őt nyüstölő védőn, kis területet nyert, és jobb külsővel, ahogy mondani szokás, kifliben felcsavarja a labdát a bal felső sarokba. Szépségdíjas bombagót láthattak a nézők. Akár az utolsó percben is egyenlíthetett volna a Tolna, hisz ilyen és ehhez hasonlatos helyzeteket puskáztak el, törték el a labdát a bordókékek, akik nem itt tartanának, ha helyzet kihasználással nem lenne ennyi gondjuk. A bátaszéki győzelem a jó csapatnak szerencséje is van, ezúttali érvényesülésével alakult ki, fogalmazzunk így, de nem érdemtelen, főleg annak tükrében, hogy sokáig emberhátrányban játszottak, ami nem tűnt fel. 10 embernél adott volt, hogy a Tolna jönni fog. Volt is helyzetük, nagyon őszintén megmondom, 4-5 olyan százalék szerük volt, hogy ha értékesítik, nem szóltunk egy szót se. De hát a szerencse mellénk állt, viszont nagyon nagyot küzdöttünk, és ez tényleg ez le a kalappal a fiúk előtt. Az ellenlét minden tartalékát mozgosították. Ez különösen igaz a hosszú sérülés után visszatérő régi motorosra, Samu Péterre, aki csupaszív lelkes játékával a bátaszék egyik leghasznosabb játékosának bizonyult ezen a meccsen. Elfáradtunk szépen, jó mérkőzés volt, nagyon hajtós. Kiállítás nagyon sokat kivett belőlünk, de szerencsére egész héten keményen rezzünk, és bírtuk végig 90 percen keresztül. Mindig azt mondják, az a legerősebb csapat, amelyik a pályán van.
Szerencsére egész mérkőzés során ki tudtuk egymást segíteni. Végig tolottunk, letolottuk teljesen, sokat futottunk, mozgásban volt az egész csapat, ült az ívelgetéseket, ki tudtuk végig fejelni, minden rendben volt, hál' Istennek, le tudtuk hozni kapott gól nélkül. A Bátaszéket a bajnok Bonyhád legnagyobb kihívójaként emlegetik, és mi több, szép stílusos játéka miatt sokan szimpatizálnak vele a semleges szurkolók is. De még nem álmodnak nagy dolgokról. Mi nem nézzük a táblázatot. Minket nem nógat senki, hogy most neked bajnokságot kell nyerni, vagy az első háromba kell lenni. Én az első nap megértettem a fiúkkal, hogy mindenki ellen úgy megyünk ki, hogy győzünk. Azt, ha sikerülünk, örülünk neki, ha nem, akkor levonjuk a tanulságot, és indulunk a következő meccsre. Ez pedig a Kakas lesz hazai környezetben, Bátaszéken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!